Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, túléltem azért, mert volt rajtam egy mellény. Hát az a megtiszteltetés ért, hogy megkérem itt kamerás kollégámat, hogy mutasson itt egy táblát, és hát megkérem a Petit is, akit össze-vissza agyon szurkált, hiszen már háromszoros hulla lettem egy 2 másodperc alatt. Vigyázz, Petikém, csak úgy, hogy itt látszódjon mindenki. Na, szóval Forgács Oszkár vívóteremben vagyunk. Itt fölöttem egy fénykép, Oszi bácsi, még emlékszem rá. És hát itt gyors bemutatkozást kérek az ellenfelemtől, aki nagyon szurkált. Forgács Péter, és például nem is igyekezett nagyon szurkálni. A rutin és a tapasztalat győzött szerintem. A lényeg az, hogy ugye Forgács Péter, Oszi bácsi unokája, legidősebb fiú unokája úgy. Igen, akkor egy gyors bemutatkozást kérek itt a sárga mellé és mosolygos úriembertől. Forgács Krisztián, Oszi bácsinak a fia. Igen, és akkor itt a két hölgyet kérem, hogy mutatkozzanak be. Forgács Rebeka, Oszi bácsinak a dédunokája. És a legkisebb? Forgács Nina, Oszi bácsinak a dédunokája. Tehát itt a sárga mellényes papa, és a apuka szurkált engem össze-vissza. Igen. Na szóval ez egy világszenzáció, kedves nézők. Legalábbis én nem tudok erről, pár 30 éve sportújságírással foglalkozom, hogy 5 generáció, Forgács generáció ugyanazt a sportágat űzi, a vívás, de itt először Forgács Krisztiánhoz szólok, aki nem is a második generáció, mert ugye a te papád, tehát a tegezés az azért, mert már évek óta ismerik egymást, de nem is Oszi bácsi kezdte, hanem a te papád. Igen, a nagyapám kezdte. Ő volt a pozsonyi vívóegyletnek a elnöke. Még 1939-től 46-ig. És hát még valaki hiányzik, mert ugye Forgács Krisztina is. Peti nővére vagy húga? Nővére. Hiányzik a Krisztina, a legidősebb, a lányom, és a fiatalabbik fiú a Gergely. Na, úgyhogy itt már teljesen szétforgácsolták itt az erőmet, összpontosítani próbálok még. Megpróbálom letenni a sisakot és a fegyvert, mert se egyik sem áll jól nekem, azt hiszem. Talán a mikrofon. És hát a legkisebbeket kérdezném, nektek kötelező volt vívni? Először azért ránéztetek az apura, meg a papára. Szeretitek ezt a sportágat? És mi benne a szép? Hát, nekem nagyon tetszik, hogy itt a technikáról is van szó, és a eszedet is gondolkozni kell benne, hogy nem szabad csak úgy megszúrni, hanem gondolkozni kell benne, hogy hogyan, merre. Hát én ennek... Nekem először volt a kezembe fegyver, és ez a sisak. Semmit nem láttam belőle. Tehát azért könnyű volt megszúrni a Petinek, mert egy az, hogy jól vív, másik az, hogy én semmit nem láttam, mert nem tudtam, hogy hova nézek. Akkor először volt rajtad a sisak, akkor nem zavart? Nem. Nem annyira, mert hogy ott már a legelején úgy, hát úgy próbálgattam sisakot, mert én nagyon kíváncsi voltam is, mert elején vannak olyan tőrök, ami olyan műanyagból van, és én normálisat is fogtam, mert a papának is volt, és a apunak is, és akkor még sisakot is láttam, és föl is próbáltam, és nem zavart aztán már soha. Ez egy edzés folyik. Mert megszoktam. Világért se szeretném beléd folytani a szót. Petikém, köszönöm szépen ezt a kis iskolát. Mint kezdő ellenfélek, már a jövő héten folytatjuk. Hát azt nem garantálom, de hát egyelőre ennyit, Petikém, engedlek vívni. Még a papához fordulok. Hát ez minden élőben van és vágatlanul, ez is mutatja. Köszönjük a segítséget. A papa, most ezt ne hallgassátok, amit most fog kérdezni, vagy amit a papa fog válaszolni. Melyik jobb vívó a kettő kicsi közül? Jó vívóktól messze vannak. Majd az elválik, majd a 18 évesek lesznek, akkor meglátjuk. Papa, az mint diplomata nem szeretne választani, de ha egymás ellen vívtok, ki nyer?
legtöbbször a rebi, de volt, amikor egy-kettőször legyőztem. Volt, amikor versenyen sikerült legyőznem. De legtöbbször én szoktam. Én vagyok a idősebb, több éve járok is. Meg, de én az a gond, hogy nekem el volt törve a bokám, és sok hetet, hónapot kihagytam. Legközelebbi versenyen hol szerepeltek? Vasárnap Pozsonyban. A papa jobban tudja. És kinek szurkol a papa, hogyha egymás ellen vívnak? Mindig ellenfélnek. Nagyon szépen köszönjük, tehát a jövő biztosított, 5 generáció, és hát reméljük, hogy ma lesz 6. is, mert itt 2 gyönyörű hölgy van, úgyhogy biztos, hogy a ő gyerekeik is még vívni fognak. Azért mondom, 3. Na azt mondom, 3 hölgy van, és egy fiú. Na, szóval a Somorjai Vívóklub, amely ugye már több mint 6 évtizede működik, és hát gyártja tehetségeket és hozza az eredményeket. Most éppen Wroclawba készül majd egy vívó fesztiválra. Erről és ezeknek az esélyeiről majd Nagy Józseffel és hát a tehetséges kadett vívókkal folytatjuk. Egyelőre ennyit.